Megszületett a megállapodás a jövő évi minimálbérről. Január 1-től a minimálbér bruttó 232 ezer forintra emelkedik, ami 16 os növekedést jelent. A garantált bérminimum 296 400 forint lesz, ez 14 os növekedés. Az intézkedés mintegy 1 millió embert érint. A további részletekről Imre Balázs kérdezi vendégét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Csaba! Így van, itt van már velünk a stúdióban Comba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás, politikáért felelős államtitkára. Jó, Jó reggelt kívánok. kívánok! Államtitkár úr, kedden még ugye azt hallhattuk, hogy olvashattuk a sajtóban, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség még nem mondottál ment a bérmegállapodásokra, aztán ők is beadták a derekukat végül tegnap, mi győzte őket meg? Hát ezt talán tőlük kellene megkérdezni, de azt gondolom, hogy felelős döntést hozott mindenki, aki a tárgyaláson részt vett munkáltatói munkavállalói oldal részéről, Két hét alatt úgy tűnt, hogy lepörök, lepörgött ez a tárgyalássorozat, azért nem volt ez ennyire egyszerű, mint ami ennek így esetleg a időintervallum figyelembe vételével történt, hiszen elég messze voltak az álláspontok egymástól néhány nappal ezelőtt is még. Érthető okokból, hiszen ugye a munkavállalókat elsősorban az infláció az, ami sújtja a munkadói oldalon, pedig a, ugye a, a, gyakorlatilag az alapanyagok árának a, a növekedése, a rezsiköltségek költségek és sok egyéb más, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki felelősség teljes döntést hozott, el kellett menni a falig, mindenkinek, azt gondolom, kormányzati oldalon is, és a másik két oldalon is, és el is ment mindenki ahhoz, hogy ez a megállapodás létrejöhessen. Igen, és Demetör államtitkártársa tegnap a közösségi oldalára azt is írta ki, hogy ilyen gazdasági helyzetben, a gazdasági válságban most azért ez egy nagyon nagy eredmény, hogy a kormány meg tudott állapodni viszonylag azért gyorsan, tehát hogy nem húzódott át a következő évre. Ilyenkor egyébként, ha picit belemehetünk a részletekben, melyek azok a szempontok, ugye mely a három nagy csoportnak a szempontjai, egyrészt, ahogy ön is említette, a munkaadó, a munkavállalóké és a kormányé. Hogy sikerül ezt ilyenkor összehozni? Hát, ahogy az előbb említettem is, nyilván a munkavállalói oldalnak az az érdeke, hogy minimálisan a reál keresetek szinten maradjanak, esetleg növekedjenek. A munkaedői oldal számára a legfontosabb dolog, hogy életben tudjanak maradni, meg tudják őrizni a munkahelyeiket, a nehéz gazdasági körülmények között is. Kormányzati oldalról pedig ugye, azt tudom mondani, hogy az elmúlt hat évben, ugye volt most egy hat éves bérmegállapodás, 17 és 22 között, ugye a szociális hozzájár mértéke 28,5%-ról 13%-ra csökkent. Tehát amikor a gazdaság jól teljesített, akkor a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy segítse ezt a fajta gondolkodásmódot. És ha megnézzük a számadatokat, akkor egyértelműen kiderül, hogy a hat éves időszakban a, a minimálbérek és az átlagbérek növekedésének a hajtómotorja az ez a fajta csökkenés volt. Ugye a jelen pillanatban annyit tudott a kormány megtenni, hogy azt ígértük, hogy a szociál és hozzájárulási adó mértékét nem növeljük, viszont csökkentésre semmilyen módon nincs jelenállás szerint lehetőség. Azért arra szeretném főhívni a figyelmet, hogy a kormánynak egyéb eszközei. Voltak, vannak és lesznek is ahhoz, hogy a, a bérmegállapodással kapcsolatban, tehát a munkahelyek megőrzése, illetve a munkáltatók segítése a nehéz időszakban tudjon segíteni. De úgy látszik, hogy konstruktív volt, tehát azért a megoldás felé irányult mindenkinek a, a hozzáállása. Azt olvastam, hogy például a munkaadók ugye annyit kértek a kormányt, hogy arra vállaljon garanciát, hogy nem emeli a munkához kapcsolódó járulékokat, illetve adókat jövőre, ezt például tudják gondolom akkor teljesíteni. Tehát ugye az, ez egy a második pontban a megállapodásban az szerepel, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2023-as évben nem emelkedik, ez egy azt gondolom, hogy fontos vállalás, és ugye egyébként kormányzati oldalon a minimál vérhez egyéb szociális ellátás is csatlakozik, tehát ugye a, a táppénz például, a, az álláskeresési ellátás és sok egyéb, a gyed például, úgyhogy számunkra sem mindegy az, hogy milyen megállapodás születik, de természetesen tiszteletben tartottuk a két félnek az álláspontját, és a kormánya maga oldaláról azokat a kötelezettségek, amik ezzel járnak, természetesen teljesíti. Tegnap államtitkár úr a sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy hány embert érint akár a minimálbér, akár a garantált bérminimum. Erre egy picit térjünk még vissza, hogy hány embert érint és kiket, melyik foglalkoztatási szektorokat. Nagyságrendileg mintegy 230 ezer embert érint a minimálbér Magyarországon, és 730 ezer embert a garantált bérminimum. Ez, ugye, ha a kettő számot összeadjuk, nagyjából egy millió emberről beszélünk, de sokkal nagyobb a hatása van ennek, mint hogy a korábbi években is tapasztaltuk, ugye, hogy a minimálbér emelkedésével a fölötte, azért, hogy a bértorlódást ugye elkerüljék a munkáltatók, megnyomja alulról a béreket, és ugye átlagbér szintjén is, nem akarom korareggel a számokkal terhelni a kedves nézőket, de azt szeretném jelezni, hogy 2016 és 22 között a minimálbérek nagyságrendileg 80%-kal emelkedtek, a garantált bérimumum több mint 100%-kal emelkedett, és az átlagbérek is nagyjából 90%-kal emelkedtek. Tehát ugye ezzel a három számmal nagyjából be lehet lőni azt, hogy a következő időszakban is mi várható. Tehát magyarul a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése az átlagbérekre is hatással van. Tehát nem csak azokat érinti, így Ezek a két dolognak van, az emelkedése. Van. Tehát akit... messze több embert érint, mint egy millió a kihatása. Egy igen. Egyébként, ilyenkor a, akár az át, a bér, akár a garantált bérminimum megállapodásakor és a tárgyalásokkor. Tehát mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesznek akár egy ilyen helyzetben, amikor ugye a gazdasági válság sújtja uh -huh. Európát. Tehát például említette, hogy például az inflációt, áremelkedést, egyéb dolgokat. Mi, mi, mik ezek a fontosabb? Hát dolgok? általában ugye az infláció az egy, egy meghatározója, jelentőségű, a GDP, várható GDP növekedés az egy másik, a termelékenység növekedése, megint csak nem szeretném terhelni túl sok szakmával a Nézőket, de ez a három szám az, ami alapvetően meghatároz, és ugye van a, a negyedik pont a megállapodásban pontosan arról szól, hogy amennyiben a, a következő fél évben a, a várható infláció mértéke a 18%-ot meghaladja, akkor újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek és áttekintik a helyzetet. Államtitkár úr, köszönjük szépen! Mindjárt. Köszönöm a lehetőséget!